Diákolimpiai aranyérem Gyuláról, ezüstérem Debrecenből a nagypályás 5-5 elleni verzióból, és egy újabb aranyérem Kaposvárról a 3x3-as tornáról. Ezt a szenzációs eredménysort a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 3. és 4. korcsoportos diákolimpiai kosárlabda csapatai érték el a nemrégiben befejeződött versenyeken. Az újdonsült diákolimpiai bajnokokat edzésükön kerestük fel. Nagyon magas volt az egy teremre jutó diákolimpiai bajnokok száma azon az edzésen, mely során felkerestük a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákolimpiai győztes csapatait. A pirosmezesek Gyulán lettek a 3. korcsoportos diákolimpia legjobbjai, a fehérmezesek pedig debreceni nagypályás 4. korcsoportos diákolimpián másodikok lettek, majd nem sokkal ezután Kaposváron nyerték meg a 3x3-as kosárlabda diákolimpiai finálét. 2-3. De a remek csapat teljesítmény mellett taroltak az egyéni elismerések kiosztásánál is a miskolci fiak. A 11-es számú mezben látható Mogyoródi Lili a gyulai torna pontkirálynője lett. A szintén pirosban látható csapattársai, a 4-es Ocsenás Emma és a 9-es Szécsi Panna pedig bekerült a torna All-Star együttesébe. A fehérek 11-ese Ocsánásmona a 4. korcsoportos debreceni döntőben lett az All-Star csapattagja. Ilyen kimagaslóan sikeres együttes és egyéni szereplés után pedig az iskola testnevelője, az említett csapatok edzője is érthetően elégedetten él. Egy ezüstérem és egy aranyérem után nagyon jó hangulatba mentünk el a kaposvári D33-as diákolimpiára, és azt gondolom, hogy ez is hozzásegített minket a győzelemhez a legvégén. A nagyobbaknál, az idősebb korosztályban ugye második helyezést értünk el. Ott a DVTK játékosaira támaszkodva azt mondom, hogy ez egy várható eredmény volt. A kisebbeknél számomra is meglepetés az aranyérem megszerzése, ugyanis itt nem rendelkezünk olyan sok egyesületi sportolóval. Itt egy EDS, a jezsuita DS-es sportolói is szerepet játszottak a csapatban, és ebből a két klubból rakódott össze maga a diákolimpiai csapat, így sikerült elérnünk ezt a remek eredményt. Azt gondolom, hogy ez egy óriási siker, mind a gyerekek tekintetében. Azt mondhatom, hogy nekem is egy óriási siker, hiszen ez volt az első ilyen bajnoki cím. Nagyon jól kezelik mind a szülők, mind a tantestület, mind pedig a diáksereg. Mindenkitől gratulációkat kapunk, és meg vannak lepődve, hogy hogyan lehet egy ilyen erős tanintézményben összeegyeztetni a tanulást a sporttal, és ilyen jó eredményeket elérni mindkét oldalon. Ezek a gyerekek már egész fiatal koruk óta kosárlabdáznak, és megtanították beosztani az idejüket, így hát a tanulás simán megfér a kosárlabda mellett. Sok jeles és kitűnő tanuló van köztük is. Hogy ezek a lányok csapatként tudnak együttműködni, gondolkodnak a pályán, csak úgy, mint a tanulásban, és szívüket, lelküket kiteszik egymásért. A 3x3-as kosárlabda játékban inkább a küzdelem dominál, és én azt mondhatom, hogy ezeknek a lányoknak inkább ez már egy ilyen levezetés volt az idény végére, így hát tényleg felhőtlen volt az öröm, miután ezt megnyerték. A 3x3-as játék ez még viszonylag új, de már olimpiai sportág. Óriási a küzdelem, test-test ellen harcolnak, azt mondhatom, a lánymezőnyben is már a csapatok egymás ellen. Meg kellett először nyernünk a helyi selejtezőt, utána a régiós döntőt, és így vezetett az utunk Kaposvárig. Kaposváron 4 csoportmérkőzés után az elődöntőben egy szoros mérkőzést játszottunk, így jutottunk be a döntőbe, pedig önbizalomtól telve egy magabiztos győzelmet sikerült aratnunk. Most pedig jöjjenek a bajnokok, és hallgassuk meg, hogyan néztek ki ezek a szép sikerek a pályáról. Először az 5x5 elleni tornán ezüst, majd a 3x3-as kiírásban pedig aranyérmet nyerő csapattagjának gondolatait ismerhetjük meg. Én igazából jobban szeretem a 3x3-at, mert szerintem jobban tudunk csapatban játszani, meg ugye a 3x3-on mind a 4-en 2008-asak vagyunk, és a mostani diákolimpián a D4-esen pedig kisebbekkel is voltunk, és hát még nem nagyon játszottunk együtt, de szerintem az is jól sikerült ahhoz képest. De 3x3 jobban tetszett, szerintem többet küzdöttünk, és jobban tudtunk inkább csapatban együttműködni, meg jobban megértjük egymást ott. Ezen volt a fő hangsúly, vagy ez egy része volt a sikernek, ez az összhang? Hát igazából ezen volt a fő hangsúly, és ez adta meg szerintem a sikert, azt, hogy együtt tudtunk dolgozni, és utána itt tudtunk sikeresek lenni. Bár az 5x5 elleni debreceni diákolimpiára, mint azt hallhatták, még nem érték el a lányok azt az összeszokottságot, amit ők szerettek, akartak volna, de ennek ellenére egy értékes második hely lett a vége. Mindenféleképpen valamilyen jó helyezést akartunk elérni az első 3-ban, mivel tavaly negyedikek lettünk csak, és idén úgy indultunk neki, hogy most az első háromban szeretnénk lenni, és ez jól sikerült, mivel ugye másodikak lettünk, és nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült. Segített az a tavalyi negyedik hely, az ott szerzett tapasztalat, annak felhasználása? Fel tudtuk mindenféleképpen, mert ugye ismertük már a csapatokat, mert ugye nagyjából általában mindig ugyanazok jutnak be, és így tudtuk, hogy kikre kell vigyázni, kiket kell megfogni a pályán, és ez azért sok előnyt adott, de azért volt sok újdonság is, ugye a kicsik, vagy a kisebbek jöttek fel. A döntők hát egy ilyen nagyobb emlékeknek maradnak meg, mint a ilyen kisebb meccsek, az évközi meccsek. Ez is mind a kettő most nagyobb élmény, úgyhogy sikerült mind a kettőben nagyon jó helyezést elérnünk. És igazából ennyi. Most nagyon örülünk még mindig. Én személy szerint még nagyon örülök neki. Térjünk át a másik sikercsapatra, hiszen a pirosmezesek a Gyulán rendezett harmadik korcsoportos diákolimpiát nyerték meg. Jó volt az utunk, elég könnyű, mert szerencsére nem kerültünk nehéz csapatokkal össze a fordulókba. Én számítottam erre az aranyéremre, szóval én úgy mentem oda, hogy én arannyal szeretnék hazajönni, és sikerült is szerencsére elhozni. Szerintem nagyon jól támadtunk az egész döntő alatt, és a védekezésünk is elég jó volt. Hát szerencsére elég sok mindenbe ment mindenkinek. A legelső meccset is azzal a csapattal játszottuk, akivel a döntőt, a Grosicsal. Az volt szerintem a legnehezebb meccsünk, mert nehéz volt így berendülni egyből, szerencsére ott is nyertünk. Hát igen, ott 6 ponttal nyertünk, és azért volt szerintem viszonylag nehéz, mert első meccs volt, meg azért egy viszonylag jó csapattal játszottunk. Mindenkorban a csapatjátékoknál az egyik legfontosabb tényező, hogy mennyire fegyelmezett egy együttes, betartja az előzetesen megbeszélteket, az edzői utasításokat. Igen, szerintem mindent megcsinálunk általában, amit az edző mond, és hát jól tudunk együtt dolgozni, meg így, hát igen, jól dolgozunk együtt, szóval igen, fegyelmezett csapat vagyunk. Nagyon-nagyon jó volt átélni, hogy így főleg az iskolának is ugye szerezhettünk ilyen pluszpontokat, meg ugye hát jó volt így az iskolai csapattal is részt venni egy diákolimpia döntőn és megnyerni, szenzációs élmény volt, nagyon jó volt. Lili csapattársaként a többiekhez hasonlóan oroszlánként küzdött végig minden mérkőzésen az együttes legfiatalabbja, akit beválasztottak csapattársával a torna legjobbjai közé. Igen, én úgy éreztem, hogy ez most jó volt, meg mindenki nagyon ügyesen játszott, és mindenki oda tette magát. Nagyon sokat futottunk, meg indítottunk sokat, nagyon jól védekeztünk, és mindenki ott volt fejben. Voltak előzetes tervek a diákolimpia rajtja előtt? Meglepetés ez az értékes aranyérem? Azt gondolta mindenki nagyjából, hogy érmet tudunk szerezni, és ugye azt a csapatot vertük meg a döntőbe, ahol az első meccset is játszottunk, és így ők voltak azok, akik ellen féltünk egy kicsit, és jó volt, hogy meg tudtuk őket verni kettőször is. Segített például a nyitó meccs tapasztalata megnyerni a finálét? Igen, nagyon meg. Most már nem féltünk annyira, hogy lesz valami hát ilyen meglepetés. Emma édesanyja a DVTK-ban kosárlabdázott korábban, így rákérdeztünk, mit szólt a csapat eredményeihez. Nagyon sokat gratulált, meg büszke volt. Ocsenás Emma a diákolimpiát követően pedig még egy komoly eseményen vett részt, ugyanis meghívták a korosztályos válogatott kiválasztó edzőtáborába. Majd a nyári szünet után pedig a kishősök újra edzésbe állnak, hiszen nagyon komoly tervek vannak a következő diákolimpiai szerepléssel kapcsolatban is.